Az évvége közelettével egyre többen szerzik be szilveszter éjjelire a pirotechnikai eszközöket. Vannak azonban, amelyeket csak december utolsó napjaiban lehet megvásárolni. Mielőtt bármit is ellövünk vagy durroktatunk, fontos tisztában lennünk, hol, mikor és milyen szabályok betartásával használhatjuk ezeket. Szilveszter napján mindenében évben tűzi játékok világítják be az eget, és más pirotechnikai eszközöktől hangosak az utcák. Kisebb nagyobb a lényeg, hogy durranjon, pukkanjon, vagy más egyéb hangot hallasson. Ezek használata rejt magában némi kockázatot, a lakosság döntő többsége pedig tisztában van a tűzi játékokban rejlő veszélyekkel, minden harmadik ember be is tiltaná. Sokan vannak, akik szerint évente egyszer még megengedhető ez a fajta szórakozás. Az állattartók azonban úgy látják, hogy a házi kedvenceink többségét zavarja a szilveszteri zaj. Derült ki egy a grupa ma biztosító által tavaly készített kutatásból. Kutyáinkat, macskáinkat vagy más kisállatunkat legjobb erre az időre beengedni a lakásba, vagy legalábbis olyan helyen elhelyezni például garázsban, hová kevésbé hatol el a játék ropogászaja. Nem csak a házi kedvencekre kell azonban ilyenkor nagyobb gondot fordítanunk. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a szilveszteri tűzi játékozás kapcsán nem gyakoriak a kár esetek, de fordult már elő súlyos személyisérüléssel járó baleset, ezért mindenképpen érdemes fokozottabban vigyázni magunkra és másokra is. Köszöntöm a stúdióban Kovács Miklós pirotechnikust, a Kopiró Pirotechnika tulajdonosát. Jó estét kívánok. Most így kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket én is. Kenyér és cirkusz kell a népnek körülbelül, ez jutott eszembe az előző beszélgetés és a mostani témánk kapcsán. Ez itt az utóbbi lesz. Nagyon komoly szabályokat kell betartani ahhoz, hogy ezt balesetmentesen tudjuk alkalmazni és az utóbbi években komoly szabályozás is történt ez ügyben. Mi az, amire oda kell figyelnünk? Így van, 2003 óta lehet egyébként tűzi a lakosság részére értékesíteni Magyarországon. Előtte nem lehetett ilyen tevékenységet végezni egyáltalán, csak pirotechnikusok végezhették. Egyébként a tűzi mint tudjuk, évezredes hagyománya van, tehát Kínában 800 körül a fekete lőpor feltalálását követően már bizonyítottam tűzijátékoztak, 900 körül már játék gyárakról tudunk, tehát nem egy friss keletű dologról beszélünk. Meg tűzijáték gyárak felrobbanásáról is hallottunk már egy párat. Ezt minden egy évben, pá pá igen. Pár Természetesen. Az ön ez... során előfordult komolyabb baleset? Komolyabb baleset nem, kisebb hibák voltak, de ezeknek a 99%-a emberi mulasztásból adódott. Elhangzott itt, hogy hogy van ez szabályozva. Ezt egy kormányrendeletben szabályozták egyébként Magyarországon. Ahogy említettem, 2003-tól lehet értékesíteni a lakosság számára. Azonban vannak olyan termékek, amiket egész évben szabadon lehet forgalmazni. Ezek az F1-es, F2-es osztályba sorolt pirotechnikai termékek. Ide a kisebb tűzi játéktelepek, a játékok tartoznak. Az F1-es termékeket lehet forgalmazni 14 év fölöttieknek, az F2-eseket pedig 16 év fölöttieknek egész évben. Mik azok a termékek, amik csak ebben a néhány napban, a szilveszter előtti napokban kaphatók? December 28-a és december 31-e között lehet forgalmazni az F3-os kategóriába sorolt termékeket. Ezek már komolyabbak, nagyobb lövésszámú telepekről beszélünk, nagyobb hatóanyag tartalmú egyéb más rakétákról, vagy más termékekről. Kik azok, akik megvásárolhatják ezeket kell hozzá az valamilyen engedély? Az f 3 kategóriába soroltakat bárki megvásárolhatja, aki elmúlt 18 éves, tehát felnőtt magyar állampolgárok vásárolhatják meg. Mik Elézik. azok az íratlan szabályok, amiket be kell tartani ahhoz, hogy, hogy ne következzen be baleset? Még, még mindig találkozunk olyannal, hogy piacok környékén piacokon árusítják mindenféle engedély nélkül ezeket a termékeket. Ez semmiképpen nem javaslom, hogy ilyen helyről vásároljunk, csak engedélyezett elárusító helyekről szabad vásárolni, ahol nyugtát számlát kap a vevő, és egy nagyon fontos plusz dolog, amit megkap, információt. Tehát profik ö, állnak ott azoknál a konténereknél, és el tudják mondani azokat a veszélyeket, amiket egy-egy termék magában rejthet. Egyébként akik piacokon árulnak, ugyanazokat a terméket árulják, vagy akár olyan ö, házi gyártású kis eszközöket, ami, ami nem biztonságos a házi gyártás azért annyira nem jellemző, de én azt tapasztalom nagyon sokszor, hogy azt se tudja, hogy mit árul. Tehát valamit megvásárolt Szlovákiába, olyan országokba, ahol szabadabban lehet forgalmazni ezeket akár egy üzletlánc áruházában is megvásárolhatják ezeket a termékeket, és behozzák Magyarországra, azt sem tudja mi az tulajdonképpen, nem tartalmaz magyar nyelvű feliratot, és ezt árulja. Na most nálunk, hogyha vásárol, itt a Pazonyi úti nagy bevásárló központ parkolójába, a Szegfő utcai bevásárló, vagy László utcán, Korányin nagy bevásárló parkoló konténerekből. Ugye, ahogy említettem, megkapja azt a plusz információt, amit esetleg kér, de ha nem kér, akkor is el szokták mondani a kollégáim. Mik a fontos információk, amiket meg kell kérdezni, hogyha valaki elsőként megy oda, hogy szeretne egy ilyet használni? Mekkora hely van? Ez egy fontos dolog. Mit szeretne, tehát igazi tűzi szeretne, esetleg valamilyen kis játékot szeretne, a gyereknek akarja, csak vannak most már csendes tűzijátékaink, amik állatbarát tűzijátékok, Tehát egy kutya De. sem fog megijedni, sokkal De csendesebb. Nincs benne az úgynevezett, az ami. igen, a fényhatás lesz, ahogy tetszett említeni, a fontos, és az a bontó töltet, az hiányzik belőle, ami a klasszikus tűzijátékokban benne van. Minden tűzijátékon, amit mi forgalmazunk egyébként, magyar nyelvű felirat van, és ebbe le van írva pontosan, hogy mekkora távolságot kell tartani a telepítéstől. Miért szoktak mégis előfordulni, baleseteképp nemrég hol le lehetett olvasni, hogy gyerekek kezében robbant fel valamilyen tűzijáték? Eh, ahogy említettem, emberi mulasztás, tehát itt... Jelentős részben erről van szó, tilos kézben tartani bármilyen pirotechnikai terméket. A rakétáknak a fa pálcája az nem azért van, hogy a földbe leszúrjuk, hanem az csak megvezeti, viszont az megvezeti ezt a terméket. Tehát egy csőbe, <coughs> csőbe pesgősüvegbe kell beleállítani, úgy kell meggyújtani, és ez fogja tulajdonképpen a röppályáját a terméknek meghatározni, éppen ezért sérült párcájú rakétát sem szabad felhasználni, mert hogyha ez megvan sérülve, akkor már változni fog a pályája. Kisebb tűzi játéktelepeknél érdemes két téglával, vagy hogyha több telepünk van, akkor egymáshoz rögzíteni valamilyen szalaggal, a tűzi játéktelepeket, hiszen ezek is föl tudnak borulni, és akkor ugye minden irányba teljesen kiszámíthatatlanul fognak lövöldözni. Mennyire népszerűek ezek a pirotechnikai eszközök így szilveszterkor? lehetett tapasztalni, hogy egyre többen vásárolják, vagy, vagy talán csökken az érdeklődés? Én azt tapasztalom, hogy beállt a piac, tehát volt egy tíz év, amíg, amíg fölfelé ívelt, aztán egy visszaesés volt tapasztalható, aztán most úgy látom, hogy az utóbbi öt évben úgy stagnált, beállt a piac, nagyjából azok az emberek vásárolnak, akik, akik minden évben uh, vásárolnak. Inkább fiatalok, vagy uh, akár érettebb <tosz> korosztály is uh, vásárol? Inkább fiatalok, az idősebbek pedig a fiataloknak. <tosz> Tehát nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy apuka, anyuka a gyerekekkel jön oda a konténerbe, és akkor ők vásárolnak. Azok, akik önöknél árusítják ezeket az eszközöket, ránézésre látják, hogy ki az, akinek alaposan el kell magyarázni, hogy, hogy mit kell csinálni, vagy hogyan kell csinálni. Hát, ha vagy... nem látják, megkérdezzük. Tehát, ugye a marketingben tanítják ezt a dolgot, hogy hideg emberek, tehát akik semmit nem tudnak arról a témáról. Ezen egyébként meglepődöm, hogy hogy ugye 17 éve lassan, hogy, hogy engedélyezve van Magyarországon, de még mindig vannak olyanok, akik úgy jönnek oda, hogy, hogy, nem tudja, hogy mit akar vásárolni, nem tudja, hogy... De ez egy természetes dolog, én azt gondolom, nem mindenki ismerhet mindent. Elmondja, hogy ő ezt nem ismeri, és akkor el, elmondjuk. Amit viszont tilos, mindenképpen a petárda használata, tehát Magyarországon petárdát szigorúan tilos használni, és komoly szabásértési bírságra számíthat az, aki petárdát birtokol, vagy felhasznál szabálytalanul. Elvileg a fel nem használt tűzijátékokat vissza kellene vinni. Jól tudom? Így van. Mennyire Így jellemző van. ez, és hová tudják visszavinni? Január 5-ig lehet, tehát öt napot kell nekünk biztosítani a visszavásárlásra illetve egészen pontosan vissza kell, hogy vegyük ezeket a termékeket térítésmentesen, ami azt akarja, hogy mi nem adunk érte pénzt, hanem visszahozzák, visszavesszük, ez ugye az f vonatkozik, hiszen az egyes ketteseket egész évben szabadon föl lehet használni. Nem jellemző, hogy visszahozzák egyébként. Meg tudják ellenőrizni, hogy ezt tényleg elhasználták, vagy, vagy megmaradt. Mi történik, ha ezeket az eszközöket valaki nem szilveszterkor használja, hanem évközben? Szabálysértési bírságra számíthat, aki az F3-osokat hangsúlyozottan. A legszélesebb termékpalettánk talán nekünk van a városban, én ezt bátran kimerem jelenteni, de F3-asból minimális, tehát egy, egy 10-15 termék az, ami F3-asba sorolható, az összes többit egyébként egész évben lehetne forgalmazni. Kovács Miklós, nagyon reméljük, hogy az idei szilveszter is balesetmentesen fog zajlani, ehhez azért le, annyi jó tanács, hogy talán a legjózanabb ember próbálkozzon. Így van, ez, ez is fontos, félkor. így van, így van, és a fiatalok egymásra is vigyázzanak. ne engedjék oda azt, aki tényleg a leg illumináltabb állapotban <laughs> van, hanem uh, inkább menjen oda az, aki, aki még képben van, és ő működtesse el ezeket a termékeket. Köszönjük szépen ezeket a hasznos információkat. Én is köszönöm, is jó szórakozást a szilveszteri tűzi játékhoz mindenkinek. Köszönöm.